Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr. Vissza kell menjünk kicsit az időben, 2011. május 31-ig, akkor jelenik meg a magyar közlönyben a nyugdíjreform és adósságkezelő alap működésének részletes szabályról szóló rendelet. Még aznap egyébként ennek az irányító testülete le is ül, és a tulajdonába került pénzügyi eszközök, tudja, ez az államosított magánnyugdíj vagyonból oda került eszközök kezelésére és értékesítésére, és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtására megállapodást köt az Állami Adósságkezelő Központtal. Ez van 2011. május 31-én. Egy kicsit már eső után köpönyeg, hiszen előtte már május 10-én az Állami Adósságkezelő Központ kiírt egy pályázatot, egy meghívásos pályázatot, igaz, azon csak egy bank indulhatott, mert egyet hívtak meg rá, tudja, az ön barátjáit, Patai Mihály Unicredit bankját, aki egyébként 10-én megkapta ezt a pályázati felhívást, 13-án élt a pályázati felhívással és adott ajánlatot, és már 18-án nyert is. Holott erre a felhatalmazást, hogy az Állami Adósságkezelő Központ eljárjon, erre csak sokkal később, május 31-én kaphatták meg. Akkor volt erre jogszabályi felhatalmazás. Elnök úr, hova volt ez a sietség? Miért kellett 3 héttel hamarabb dönteni több mint 511 milliárd forintnak a sorsáról, ami egyébként a magyar embereknek a magánnyugdíj megtakarítása volt, hogy az oda kerülhessen az ön barátjának bankjához, az Unicredit bankhoz? Miért nem tartották be a szabályokat, és ön szerint ez a fajta eljárás, ez kedvezően érinthette ezt a kereskedelmi bankot, és miért nem hívtak meg rá más bankokat, és betartották el jogszabályokat? Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Matolcsi György elnök úrnak, parancsoljon elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Tartok tőle, hogy a kérdése mögött az a helyzet van, hogy ön is bedőlt annak a blöff sorozatnak, amiről már hallottunk néhány perccel előbb. Ugye blöff sorozat volt már, például ilyenek voltak, hogy Szemeré Tamás 600 millió forintot kapott a Magyar Nemzeti Banktól és alapítványaitól a vs.hu támogatására. Ez soha nem volt igaz, egyetlen pillanatra nem volt Szemeré Tamás tulajdonosa a vs.hu-nak, és mint ilyen nem kaphatott egyetlen fillért sem. Igen, ön is bedőlt annak az állításnak, ami szintén hamisnak bizonyult, tehát blöffnek, hogy a Magyar Nemzeti Bank, hát valakik valahol ellopták a Magyar Nemzeti Bank által az alapítványoknak adott 250 milliárd forintot. Kiderült, hogy erről szó nincs, az alapítványi vagyon megvan, sőt több milliárd forint támogatást adtak. Hát, mert hogy ön is bedőlt a következő blöffnek, miszerint valaki valahol azt gondolta, hogy szerint személyem Patai Mihály lakásában lakik, hiszen ez egész innen merül föl. Varga Mihály miniszter úr kitűnő választ adott az ön kérdéseire. Ezek az én válaszaim. Nézzük meg, hogy az Államadósság Kezelő Központ 2011-ben miért, mikor, mit döntött. Nézzük meg. Törvény szabályozta. És ennek aztán végképp nem volt köze hozzá, hogy én most nem laktam és nem lakom a blöffnek bizonyult lakásban. Ennek aztán végképp semmi köze egy 2011-es döntéshez. Nézzük meg, vizsgáljuk meg, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy perces viszonválaszra Szakács László képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szövegértési problémák vannak. Nem beszéltem Szemerei Tamásról, nem beszéltem a vs.hu-ról, sőt, én önt szerintem erről soha életemben nem is kérdeztem. A következő volna a kérdésem. 2011. május 31-én lesz meg valaminek a jogszabályi alapja, méghozzá az, hogy rendelkezzenek a magyar emberek magánnyugdíj megtakarításának jelentős részéről, mint egy 511 milliárd forintról. De önök ezt már, amikor ön volt a miniszter, tudja, ön volt akkor a nemzetgazdasági miniszter, önök már 3 héttel korábban, május 10-én
Egy meghívásos pályázaton csak egy bankot hívnak meg, és ezt odajuttatják ahhoz a Patai Mihály által fémjelzett Unicredit bankhoz, amelyik utána a szerződés szerint vagy eljárt, vagy nem járt el. Kérdezem én, helyes volt ez az eljárás? Miért nem hívtak meg több bankot? Ez a kérdésem, erre válaszolja egy bankár. Köszönöm szépen, képviselő úr, egy perces viszont válasz, elnök úré a szó, parancsoljon elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Hát de mégiscsak az a kérdés, hogy Patai Mihály úr hogyan kerül a képbe? Hát ön is egy blöff nyomvonalán haladt szépen a zsákutcája felé. A miniszter úrral mélyen egyetértek, vizsgáljuk meg. De ha megvizsgáltuk és azt kapjuk, az égi világon semmilyen jogszabálysértés, erkölcsi, etikai vagy morális probléma nem vetődik fel, akkor ugye semmi köze nincs Patai Mihály és szerény személyen barátságának, valamint Patai lakásának ehhez a kérdéshez, ami egyébként az ön blöffölése nyomán a kérdés mögött meghúzódik. Egyetért azzal, képviselő úr, hogy megvizsgáljuk? Egyetért? Hangosabban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr.